Új alelnöke van a Maros megyei tanácsnak. Az alelnöki poszt Kelemen Márton lemondása után üresedett meg. A testület csütörtöki ülésén ugyancsak RMDS képviselőt, Szabó Árpádot bízták meg titkos szavazással, hogy a jövő évi helyhatósági választásokig betöltse a tisztséget. Ugyanakkor az RMDS üresen maradt képviselői helyére a testület jóváhagyta az RMDS választási listáján szereplő következő jelölt Gál Ernő megyei tanácsosi mandátumát.